Eger nem először adott otthont kontinens bajnokságnak. Az indulók nagy száma ismét bizonyította, hogy a város karata élete folyamatosan fejlődik. A kemény Ferenc sportcsarnok a hétvégén tömve volt. Az utánpótlás és a felnőttek versenyét külön is választották a szervezők. A Sondrán karata, hál' Istennek, maga a versenyrendszer kezdett nagyon picit megerősödni a megyében és a régióban. Az iparosabb versenyszabályról beszélünk. Történtek változások, 5 évvel ezelőtt külön szövetséget alakítottunk, a Sondrán karata stílusszövetség néven, aminek jelenleg 22 egyesület a tagja, és ez közel 500 versenyző sportolót, karatést jelent országszerte. A karatékák formagyakorlatban és küzdelemben is megmérették magukat, közülük sokan mindkét versenyszámban. Nagyon jó, hogy itthon tudunk ilyen nagyszintű rendezvényeket szervezni, mivel ez azt jelenti, hogy azért a szövetségben elismertek vagyunk, meg így azért Magyarország színvonal is felkelendül, hogy ilyen nagyszintű versenyt tudunk itt helyben és akár Egerben is rendezni. Az utánpótlás kategóriában az Egri Városi Sportiskola versenyzői képviselték a helyi színeket. Amikor versenyen van, nagy az adrenalin szinted, és gyorsabban bepöröksz, nem érzed a fájdalmat úgymond. A dojóban pedig a formagyakorlat jobban megy, mert nem izgulsz. Az Európa-bajnokság számos hazai és egri sikert hozott. A sportiskolások közül 10 szereztek érmet.